Sziasztok! Ez most egy nagyon gyors, ilyen, nem is tudom mi a jó szó rá, videó lesz, egy ilyen gyors bejelentkezés, ahogy mondani szokták. Történt egy csomó minden mostanában, gondoltam veszek fel nektek egy ilyen klasszikus vlogot, mert már nagyon régen volt. Mi történt, hogy történt, miért történt, mi a helyzet? És hát, hogy túl vagyunk a rockmaratonon, meg egy csomó mindenen, amiről jönni fog egy külön videó majd, de gondolkodtam rajta, hogy a közelmúltban történt egy olyan dolog, és hát elég sokan próbáltátok kikérni róla a véleményemet, amit mindig elodáztam valamivel, hogy miért nem fejtem ki, hogy úgy gondoltam, hogy erről felveszek egy vélemény videót, ami azt kell mondja, mint amit a filmek elején szoktak mondani, hogy a videóban elhangzó állítások, a egyezése, a valósággal, kizárólag a véletlen műve, vagy nem tudom pontosan, hogy szokták mondani. Volt annó egy cikkem a témában, ami elég nagy port kavart. Nem ilyennek szánom ezt a videót, de nem tartom kizártnak, hogy esetleg lesz olyan illetékes, aki felháborodna rajta. Na de hogy miről is van szó, ugye? Hatalmas nagy szalagcímeken érkezett a hír, miszerint vége a magyar filmforgalmazásnak. Én nem mondom, hogy nem élünk sötét időket, meg nem mondom azt sem, hogy ez a legjobb, ami volt, meg a legrosszabb, meg semmi következtetést nem szeretnék levonni, pláne nem itt az elején. Az tény és való, hogy jelen állás szerint ugye nem tudjuk, hogy hivatalosan mi van, és ezért vártam ezzel a videóval több mint két hetet, mert vártam, hogy a magyar képviselet esetleg valamit reagál arra, hogy a legújabb Paramount kiadványokon már nincs magyar vonatkozás, sem szinkron, sem felirat, és ha jól láttam, akkor talán a cseh vonatkozás is eltűnt a kiadványokról. Éppen ezért úgy voltam vele, hogy megvárom, hogy a kiadó valamit reagáljon, tehát éppen nyári szünetem vannak, és az őszi nagy megjelenéseket készítik elő valószínűleg. Éppen ezért kicsit érdekes volt, amikor utána annak is hatalmas nagy csinadrattát kerítettek újságíró kollégák, hogy leáll a Blu-ray gyártás, és akkor ezzel minden bizonnyal tényleg itt a vége. Az más kérdés, hogy a CD-gyártás, mármint az üres CD-gyártás, az írható lakossági forgalmazásra gyártott CD-k, amiket megveszel a MediaMarktban, és tudsz rá írni magadnak zenét, fényképet, ilyeneket, azok gyártása évekre ezelőtt leállt, és még mindig kaphatóak. A Blu-ray-nél is ezek a lakossági másolásra szánt Blu-ray-ek, azok, amiknek a gyártása leáll, nem a filmeké, és a filmforgalmazás sem úgy áll le abban a klasszikus formában, ahogy azt a cikkek sugalmazni szeretnék, de mielőtt elmenni, vagy eljutnánk idáig, fontos, hogy gyorsan átfussuk azt, hogy hogy jutottunk el idáig, és hogy pontosan hova is jutottunk el. Ugye annó a VHS korszakban a nagy kapitalizmus ránk szakadt, rengeteg kis kiadó adott ki olyan filmeket, amit sokszor szerintem a készítő is tudták, hogy megjelent, annyira no-name filmek voltak. Rengeteg kincs volt ezek között, nekem is van olyan kedvenc, amit így láttam Vikó kiadványon és társai, hivatalosan nem létező szinkronnal, meg ilyen nem hangolámondással, hivatalosan nem létező szinkronnal. És az az érdekes ezekben a filmekben, hogy VHS-en kis túlzással minden megjelent. Tudom, hogy vannak hiányosságok, de rengeteg olyan kedvencem van, ami mondjuk már DVD-n nem jelent meg, de VHS-en kapható, mint például a Hajszál napnyomában. És itt a VHS korszaknál ugye viszonylag könnyen lehetett másolni, és éppen ezért az, most nem akarom azt mondani, hogy jó magyar szokás szerint meg ilyenek, mert ez nem jó magyar szokás, de itt azért a 40x év szocializmusba a Józsi bácsi nem vesz szerszámot, hanem elviszi a cégtől haza, mert ott úgyis van pont egyet több, mint amennyire szükség van mentalitás. Tökéletesen tükrözte a filmpiacot is. Minek vegyem meg, hogyha át is másolhatom? Ugye a lakossági forgalmazás akkor még egy kicsit más volt, azért elég drágák voltak a filmek, stb. Mondanám, hogy megértem, de nyilván a néplélek kell, nem akarok szembe menni, és nem akarok senkit megbántani, de már itt el lett baszva az egész.
Utána, amikor jött a DVD korszak, akkor már nem jelent meg minden, de majdnem minden megjelent. Volt egy csomó kis független kiadó, voltak olyan kiadók, akikről gyakorlatilag beszélni is kár, mert néhány kiadványuk volt, csak az is borzalmas minőségben. És itt kezdődtek az igazán nagy problémák. Be nem fizetett licenszdíjak és társait, itt már olyan mértékű még kezdett válni az egész, hogy hogy mondjam, megtörtént az a DVD korszakban, hogy egy adott kiadó kiadott egy filmet DVD-n, ugye meghatározott példányban, ahogy azt megegyeztek a jogtulajja, majd ő fusiba újra gyártatta, ez az, volt, aki csak úgy fogott és kiadott filmeket jogvásárlás nélkül, tehát hogy azért itt tényleg olyan problémák voltak, amire azt mondom, hogy ezt egész egyszerűen épp észre fel se lehet fogni talán, hogy milyen szabadrablás ment itt már a 2000-es évek elején. Tehát, hogy nem a rendszerváltás után, amikor még tanulnunk kellett a kapitalizmust meg az üzleti világot, hanem kimondottan a 2000-es évek elején, amikor már elméletileg itt is ugye normális nyugati élet volt. Nem volt, a kiadók részéről semmiképpen sem. Bár hozzáteszem, hogy akkor még nagyobb becsülete volt a fizikai formátumoknak, mert ott tényleg bejött az a képbe, hogy sok minden megjelent relatíve elérhető módon, készültek katalógusok, promóanyagok, benne voltak ugye ezek a promóanyagok a kiadványokban, tudtál tájékozódni, hogy milyen megjelenések lesznek, elképesztően sok cím jelent meg, olyanok is tényleg, hogy valamire még most bukkanok rá 2024-ben, hogy úristen, tényleg ez is megjelent, és Jézusom, ez de jó film, és nem is tudtam róla, nem is hallottam, van, hogy a filmről sem hallottam. Nagyon-nagyon nagy a merítés, tényleg nem tudom, hogy hány tízezer cím lehet, ami így megjelent, de nagyon-nagyon sok. És ugye aztán érezhető volt, hogy a minőség másfelé halad, a DVD előregedett, és jött az új formátum, a Blu-ray. Igen, viszont a Blu-raynél felmerült két hatalmas nagy hiba. Az egyik hiba az volt, hogy a Sony gyakorlatilag elbaszta az egész generációváltást, megsporolta a marketinget, mindent, és nem történt meg az a bevezetés, ami annó megtörtént a VHS és a DVD esetében, hogy a VHS direkt hagyták erodálódni, direkt hagyták degradálódni, és arra mentek, hogy mindenki DVD-t vegyen, ami be is jött, még úgy is, hogy nagyon-nagyon sokáig nem voltak elérhető árkategóriás DVD-k. Ugye ebben az ominózus cikkemben is megírtam, hogy emlékszem az első filmemért, én Sári Sápon laktam akkor, Budapestre buszoztam fel diákként, és vettem meg 3999 forintért egy papír pattintótokos feliratos Születetgyilkosokat, és aztán ugye a következőnek a Szemtől szemben, szintén ugyanebben az akcióban, majd jött a DVD magazin a 2490-es specifikációk terén némi kívánnivalót maga után hagyó Sikollyal és társai. Nagyon-nagyon nehéz volt ez az időszak abban a szempontból, hogy meg kellett értetni az emberekkel, hogy a VHS gyűjteményüknél a VHS gyűjteményük helyett, vagy mellé gyűjtsék be a DVD-ket is, de ez még akkor sikerült. A Blu-ray-nél ezt a váltást már nem sikerült lenyomni az emberek torkán, már csak azért is, mert a Blu-ray-eknél bejött az, hogy itt viszont nem jelent meg minden, sőt, olyannyira nem jelent meg minden, nagyon sok címről lemaradtunk, bár szerintem még külföldön is van rengeteg, ami nem jelent meg, de itt ugye pontosan azért, mert nem sikerült az a nagy piaci áttörés, mint amire számítottak, ezért az a formátum az elejétől fogva egy kicsit mostoha gyerekként volt kezelve. DVD-nél közben bejött az, hogy egyre rosszabb minőségűek lettek a kiadványok, jöttek a csonkolt képarányos filmek, a sztereó magyar hanggal ellátott filmek, a szinkronmentes filmek, a Blu-ray-eknél az elbaszott, de nem cserélt borító, mint az Expendables 3-nál annó, vagy például ugye emlékszem, hogy le voltam döbben, amikor megjelent a Nyár királya, és nem volt szinkron a DVD-n.
Oké, nekem speciál nem kell, de nem egy nem két embert ismerek, aki pontosan ezért nem vette meg, mert ő neki viszont kellett volna a szinkron. És akkor az ilyen forráskód, looper és társainál a képarány problémákról nem is beszélek. Itt bejött az, amit előbb említettem, hogy Kamura újra gyártottak címeket, hogy nem feltétlenül történt meg az, hogy az arra tudjon a cím jogtulajdonosa is, és ahol az volt, hogy fogyás alapján kaptak volna jogdíjat, ott azért eléggé ment a fejvakarásra, tehát mi mindig nem fogyott el az a pár száz darab, amit gyártotta. Nem, hát itt van, hol gyakorlatilag már régesség után volt pótolva. Ezek persze rémálmokból szedett fosztlányok, és nem a valóság. Hát valamiért itthon ehhez az egészhez a kiadók is nagyon rosszul álltak hozzá. A kiadók a gyűjtőkre mutogattak, hogy miattunk romlik a minőség, mert nem vettük meg a kiadványokat, és emiatt nem volt annyi bevétel, hogy már a következő kiadványokat is meg tudják finanszírozni. Valahol ezt értem, mert van egy olyan kibaszott szarmentalitása a magyar gyűjtőknek, hogy megvárják, míg akciós lesz. Akkor is, hogyha esetleg tudják, hogy el fog fogyni. Mert akkor inkább sápítoznak a közösségi médiában, hogy én lemaradtam erről meg erről a címről, hogy legalább nem vettem meg 6000-ért vagy 7000-ért, nem, majd megveszed 20000-ért valami neppertől kéz alól. Gratulálok. Ennél csak egy rosszabb van, amikor valaki látja, hogy megjelent itthon 6999 forintért egy új film, de ugyanez a film mondjuk a Csehországban magyar vonatkozással már régió specifikusan lemez, vagyis már csak volt, mert már nem nagyon vannak ilyenek új megjelenések között, ott 5000 forint vagy 4000, és megrendeli inkább onnan. Értem én, hogy olcsóbb, a végén még postával együtt is olcsóbbra jössz ki, viszont a magyar kiadó akkor mit erőlködjen ezen az egészen, hogyha nem veszed meg itthon? Nekem is a szívem csücske a kiadók egy része, mégis megvettem nagyon-nagyon sok olyan kiadványt is, amit nem feltétlenül akartam, és én sem dúskálok a pénzben, miért itt tévedés essen. Nagyon-nagyon haragszom a piacra, mert vannak olyan kedvenceim, amit magyar kiadásban nem tudok a polcra tenni. Mind a Hétmesterlövész. Igen, az első rész megjelent annó DVD-n, de a másik három nem. És akkor megint csak a Hétmesterlövészt tudom felhozni példának, amiből az első sem jelent meg Blu-ray-en. Egy ilyen pakkért, benne van mind a négy rész magyar szinkronnal, nem azt mondom, hogy ölni tudnék, de azért nyilván nagyon hálás lennék érte, hogy egy ilyen Western Collection-ért, amiből ugye ott a Magányos Lovas, ott a Vadbanda, ami nekem az egyik all-time favorite western, ott a Rio Bravo, ott a, az a Searchers-nek nem fog eszembe jutni a magyar címe, ott a Volt egyszer egy vadnyugat. Ilyenek kellettek volna, valamiért elbalfaszkodtuk rendszeresen, nem jelentek meg olyan klasszikusok Blu-ray-en, mint egy Halálos Fegyver, a Beverly Hills Zsaru, stb. Én értem, hogy kezdett el lenni a töke a magyar gyűjtőknek, valószínűleg ez egy ilyen vice versa helyzet volt, mint a kiadvány specifikáció romlásnál, és hiába voltak olyan kiadók, akik megcsinálták azt, hogy nem vagy elégedett a kiadványjal, hozd vissza, visszakapod az árát. Ugye ezt azt hiszem, hogy talán az Ultrafilm, Viamfilm, Kultfilm, nem tudom, hogy hívták akkoriban, ők is megcsinálták a Kincs, ami nincs Blu-ray-jel. Aminél el kell oszlassak egy tévhitet, akkor, amikor az megjelent, az volt az elérhető legjobb transfer. Tehát, hogy itt azért itt lehet magyarázni, hogy az nem szép, meg hogy van annál jobb. Igen, most már. De most már a stúdiókanálos kiadványoknál, Rambónál, meg a Tökéletes Katonánál is van jobb elérhető remaster képminőség. Tök jó, hogy ezek is megjelennének, de hát ugye van egy csomó hiányosság, amit pótolni kéne, nem feltétlen csak ezek. És ugye utána, amikor ugye ez az egész öngerjesztő folyamat már olyan gödröt ásott a gyűjtők meg a kiadók közé, hogy a kiadványok példányszáma is elkezdtek csökkenni, tehát a maguk kiadványoknak a száma is elkezdett csökkenni. Én akkor elkezdtem rajta gondolkodni, mikor a Disney kivonult, hogy mi lehet a probléma. És azóta is ezen gondolkodom, hogy mi lehet a probléma, ugyanis azt tudni kell, hogy a streaming igazi alternatíva nem lehet soha. Tehát, hogy azok az emberek, vagy azok az embertípusok, mint én is, meg rengeteg más gyűjtőtársam, valószínűleg te is, aki nézed ezt a videót, a birtoklási vágy miatt vesz filmeket, ott szeretné tudni a polcán. Vannak, akik kicsit megengedőbbek, és több mindent megvesznek, mint mondjuk én, vannak, akik még nálam is megengedőbbek, és tényleg mindent megvesznek,
meg vannak olyanok, akik óvatosan gyűjtenek, és csak nagyon-nagyon szelektált címeket vesznek meg. Ezt is meg lehet érteni, meg ez is tök jó, meg mind a három típus, az összes típus a gyűjtőknek tök jó. Lényeg, hogy van és gyűjt. De amikor kijöttek ezek a cikkek, hogy a Paramount kivonul, leáll a Blu-ray gyártás, stb., akkor ugye megfogalmazódott nagyon sok mindenkiben, hogy itt a vége. Több gyűjteményt felraktak, hogy eladják, ez az. Én nem tudom, tehát hogy én abból indulok ki, hogy én amiket megvettem, nem szeretném eladni. Majd, hogyha meghalok, akkor a gyerekeim meg a feleségem eldöntik, hogy mi legyen vele. Nem az én dolgom ez. Tehát, hogy én ezeket azért vettem meg, mert szeretném a polcomon tudni. Tehát ez a pánik, ez egy kicsit ilyen teljes feleslegesnek érzem, mások azért is, mert nem pánikolni kellett volna, hanem el kellett volna kezdenie mindenkinek magába nézni. Jól tettem, hogy írtam a filmeket évekig. Jól tettem, hogy ennyit töltök le. Jól tettem, hogy Csehországból rendelek. Jól tettem, hogy Lengyelországból rendelek, miközben mind kapható itthon. Kihangsúlyozom, nem azokról a címekről beszélek, amik megjelentek itt magyar vonatkozással, itthon pedig nem. Azokról a címekről beszélek, amik megjelentek itthon, kaphatóak is, még jelenleg is, de inkább megrendeli a paraszt Csehországból. Nem, gyerekek, ez egy, tehát, hogy saját magatok ellen vagytok. Ja, ha nem fontos a magyar vonatkozás, akkor mindegy, de akkor nem fogsz eljutni a videó 10x. percig, ahol most tartunk. Tehát, hogy ugye itt igazából azt, hogy mindig az akciókat várjuk, külföldről rendelünk. Ez valahol minket, gyűjtőket is beáraz, és aláhúzza azt, hogy amúgy nem jól csináljuk. És mivel mutogatunk a kiadóra, hogy ő nem jól csinálja, akkor rá kell, hogy mi se jól csináljuk. Nem a kiadókat akarom védeni, félreértés ne essék. Főleg nem azokat, akik most elbaszták a Paramountot és egy csomó minden más után, mert ez nagyon-nagyon nem oké. Mert legalább a kiemelt megjelenéseknek meg kellett volna valahogy tartani. Az, hogy UHD alig jelenik meg, bár egy ideje, vagy most már semmi, erre nem is beszélek, hogy a 6 sikolyból sikerült 3-at megjelentetni, úgyhogy 2-5-6, ezeket kommentálni is kár. És igen, be kell látni, külföldön is zsugorodik a piac, és az alternatíva az lesz, hogy meg kell tanulnunk angolul, vagy egyéb külföldi nyelven, és külföldről kell rendelnünk majd a filmeket, amiken ugye a magyar vonatkozás nem lesz, de legalább a polcra tudjuk tenni. Van egy rész, aki így fog tenni, mint én. Viszont van egy rész, aki tudjuk, hogy nem fog így tenni, és nem is hibáztatom érte, mert magyarul szeretné nézni a filmet, ha már mondjuk készült hozzá szinkron. De ugye itt a visszatér oda, hogy hol lehetett a probléma, valahol ott, hogy az a mentalitás, ami a VHS és DVD korszaknál felütötte a fejét, hogy máshol, ez azért a Blu-ray korszaknál is megvolt. Mai napig van olyan Blu-ray gyűjtő ismerős, akinek van 8-900 Blu-ray, de mind írott. És erre nagyon büszke, hogy de neki legalább ezek megvannak. Oké, rendben. Aztán ott van még az, hogy a kiadók elképesztő módon elbaszták a kiadvány promóciókat. Már amikor voltak? Voltak? Nem voltak. Nem voltak vloggeres-bloggeres együttműködések, nem voltak recenziók. Akik voltak, akik kaptak cuccokat, azoknak egy része az dilettáns volt, hülyeségeket írt. A védromos kiadvány kritikákon kívül nem is tudom, tudok-e olyat mondani, ami szakmai is volt, meg jó is volt. Oké, én sem biztos, hogy szakmai vagyok mindig, de legalább próbálom életbe tartani a piacot azzal, hogy a partnerként, az engem partnerként kezelő kiadóknak a kiadványairól tudósítok nektek. Tehát oké, hogy külföldön is zsugorodik a piac, bár most vannak pozitív jelek, azért azt tudni kell, hogy igen, egy letűnt kor gyermekei vagyunk, ez tény, ettől függetlenül én nem akarom elengedni ezt a sztorit. Miért is nem? A streaming nem alternatíva. Sosem lehetett, valódi alternatíva sosem lehet. A digitális filmvásárlás sem. Nem kézzelfogható dolgokról beszélünk, nem egyszer, nem kétszer hallottam, hogy eltűnt a film, amit megvettek a digitális tárhelyről, ez az. És azt mondom, hogy persze tök jó, kapsz a kupont, vehetsz másik filmet, majd eltűnik az is. Tehát, hogy direkt nem a filmes polcom előtt állok, és ott mondom ezt a szöveget nektek. Egy tök reggel van, azért van ilyen csíkszemem, alig aludtam az éjjel a kurva kánikula miatt, és most úgy belém hasított a dolog, hogy most akkor vége, vagy nincsen, rájöttem, hogy nincsen, mert azért még nagyon jó dolgok várnak itt ránk,
ott van még a három működő kiadó. Ott a fanszerviz, ott a B-web, ott a film meg a... Direkt nem mondom a fotelmozit, mert ez a kussoló mentalitás, ez mindig is egy vicc volt. Na, ők például tipikus iskola példája annak, hogy hogyan ne állj a kiadvány promózáshoz. Nulla social media jelenlét, ha vannak, akkor is szarul vannak. Mikor megkerestem őket, hogy dolgozzunk együtt, vagy ilyesmi, akkor meg, mindegy, hagyjuk. Tehát, hogy dilettáns banda. Annó megírtam a cikkembe is. Ők voltak azok többek között, akik ugyanilyen baromságokat beszéltek, meg hazudtak a példányszámokról, meg minden ilyen, vagy nem ők, hanem az elődeik, de ez megint egy más téma. Tehát itt a három kiadó, akiről még egyértelműen bizonyítottan működik, ugye a fanszerviz, a B-web és a filmmega. Itt az nagyon fontos, hogy próbálkoznak kiadni olyan filmeket, vagy próbálnak kiadni olyan filmeket, amik korábban nem jelentek meg. Jó címek, érdemes őket a polcra tenni. Fanszerviz olyan adósságot törlesztett most például a Ház az erdő mélyénnel, vagy hamarosan fog a Horror Parkkal, vagy a B-web, a Hét Sziópata és a Sicóval, meg ilyenekkel, hogy elképesztő. És az a baj, azon gondolkodtam, hogy most, amikor gyakorlatilag semmi nem jelenik meg, a B-web kihoz, oké, hogy DVD-n, de kihoz egy csomó jó filmet. Hoz ki nagyon jó Blu-ray-eket, a fanszerviz hoz ki rengeteg jó Blu-ray-t, most is mi megy? Sírás-rívás. Tipikus, hogy nem becsüljük meg azt a kicsit sem, ami van, hanem mindig nagyobbra, többre vágyunk. Igen. Én is tök örülnék neki, hogyha mondjuk egy Egri Csillagokat, vagy egy tizedes meg a többieket, hiper, szuper, digibook, steelbook, akármi book, Blu-ray-en a polcra tehetnék. Jelenleg nem ezt a világot éljük. Hogy fogjuk-e még ezt a világot élni, az egy nagyon jó kérdés. Egy dolog biztos. Most, ha te tényleg filmgyűjtő vagy, akkor erre a három kiadóra figyelj oda. Hoznak filmeket, tartsuk életbe a dolgot. Köszi, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!